Az elmúlt napokban Székesfehérváron is megnőtt a kisméretű szállópor koncentrációja. Szerdán délután Fehérvár polgármestere elrendelte a smogriadó tájékoztatási fokozatát. A szakemberek szerint egy hidegfront megoldaná a problémát. Sajnos a meteorológiai előrejelzések szerint jelentős javulás a következő napokban még nem várható. Ahhoz, hogy jelentősen javuljon a helyzet, egy markáns, erős front hatásnak kellene lenni, ami kisöpri ezt a szennyezett levegőt a területről. A levegőtisztaság védelmi vizsgáló laboratórium vezetője úgy véli, a levegő szennyezettségéért nem csak a gépjárműforgalom okolható. Nem teljesen egyértelműen a gépjárműforgalom intenzitásával van összefüggésben ez a szállópor koncentráció, hanem elsősorban a lakossági fűtésben a szilárd tüzelőanyagok mennyiségének növekedése okoz jelentős problémát, és amikor előáll egy ilyen meteorológiai helyzet, ami kedvez az alsó légrétegekben a szennyezőanyagok feldúsulásában, akkor ez elsősorban ez okozza ezt a szennyezettséget. A magas levegőszennyezettség a kisgyermekek, az idősebbek és a betegek, különösen a krónikus légúti betegségben szenvedők számára jelent fokozott egészségügyi kockázatot. A szakemberek azt tanácsolják, ha csak lehetséges, ezekben a napokban ezek az emberek ne menjenek ki a szabadba, valamint a lakás szellőztetését is a délelőtti órákban oldják meg.